Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Körzengés ünnepe című sorozatban arról beszéltem, milyen egyedien ábrázolja Lukács Jézus személyét. Lukács evangéliumának jellegzetességeit, szemléletét, Jézus képét nagyban befolyásolta két életrajzi körülmény. Egyrészt az, hogy minden jel szerint orvos volt. Erről volt szó legutóbb. Másrészt, hogy egyedüliként a Biblia valamennyi szerzője közül a pogányságból jött. Pogány keresztény volt, görög anyanyelvű, minden bizonnyal szír születésű, aki felnőttként lett keresztény. És ennek is vannak feltűnő nyomai evangéliumában. Lukácsé a legkedvesebb, legkönnyebben érthető, legderűsebb, legszebb evangélium. Olyannyira, hogy íróját a hagyomány egyenesen festőnek tartotta. Így volt-e, nem tudjuk, de az biztos, hogy a látásmódja festői. Olyan ember látása, aki hatán nem ecsettel, de szavakkal festett. Nem véletlen, hogy Lukács adta a legtöbb témát a képzőművészetnek. Annyira eleven színekkel állítja az olvasó elé Mária alakját, Jézus születésének részleteit, betlehemi istálóval, pásztorokkal, állatokkal, vagy a tékozló fiú kalandos útját, az atya megbocsájtásának a jelenetét, és itt tovább olyan festőjén, hogy az ember szinte maga előtt látja. Nála Jézus születés története például egészen másféle, mint Máténál. Ő figyel a történet szépségeire is. Lukács elhagy néhány olyan apró részletet, amelyekről úgy gondolja, megzavarhatná ezt a szép, harmonikus Jézus képet. Például nála Jézus nem gerjed haragra, mint Márknál, amikor az írástudók, farizeusok leselkednek rá, hogy törvényszegésen kaphassák. Csak ennyit szól. Mondanék nektek valamit. Nem neheztel, mint ugyancsak Márknál, amikor tanítványai el akarják kergetni tőle a kisgyerekeket. Nem mondja a tömeg, mint a többieknél, hogy Jézus elvesztette az eszét. Jézus nem tesz szemrehányást sem tanítványainak értetlenségük miatt, mint egyébként oly sokszor más evangélistáknál. Nem nevezi Pétert sátánnak, mint Máté, és ami a legkülönösebb, hogy nála nem mondja a kereszten a 22-es Zsoltár szavait, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, hanem csak ezt mondja, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez a Lukács, aki ilyen szépen, kedvesen, finoman ír Jézusról, minden durvább dolgot lehetőleg elhagy, a többiektől eltérően szavakkal is kimondja, hogy mennyire elbűvölt Jézus mindenkit kedves beszédeivel, akit a Kolosszei Levél 4. fejezet 14-es verse magát is kedvesnek, kedves orvosnak titulál. Na, ugyanez a Lukács mégis bizonyos értelemben a legradikálisabb Jézus történetírója. Főleg radikális, úgynevezett botrányos példabeszédeire gondolok, amelyek csak nála vannak meg, amelyek mind Isten érthetetlen, észszerűtlen szeretetének a botrányát, a kegyelem botrányát sugározzák. Kezdjük az elején. Annak, hogy Lukács pogányból lett keresztényé, egy csomó jele van. Művelt pogányra val a módszere. Ő ugye nem volt Jézus közvetlen tanítványa, földi szolgálatának szemtanúja. Így különösen fontosnak tartotta, hogy kettős művének, hiszen ő ugye az apostolok cselekedeteinek szerzője is, hogy ennek hitelt adjanak az olvasók. Elhiggyék, amit ő ír. Ennek érdekében, mint evangéliuma bevezetőjében, az első 4 versben elmondja, hogy ő a leggondosabban kinyomozta Jézus élete eseményeit, és az adatokat szépen rendszerezte.
így megszerkesztve, sőt, többé-kevésbé időrendben mondja el a dolgot. Hogy ő utána járt mindennek, kikérdezte a tanítványokat, szemtanukat, valószínűleg Máriát, vagy rokonait is felkereste, és így jutottak tudomására a születéstörténet részletei. Aztán megismerte Keresztelő János családját, az ő születése történetét. Hát szóval ezek Lukácsnál nem légből kapott dolgok, Lukács az aztán utána járt a tényeknek. Ez a kettő pedig az adatgyűjtés és az adatok rendszerezése, kerekké szerkesztése, na ez a pogány történetírásra jellemző. Az ókori történetírás pont ezt a kettőt követelte meg. Szorgos adatgyűjtés, hogy az írásmű hiteles legyen, és irodalmi szerkesztő munka, hogy szép is legyen, esztétikus. Erre a pogány szerzők, főleg Jézus, illetve Lukács korában, amely egyébként is a római irodalom aranykora volt, aranykor. Na erre nagyon ügyeltek. Szóval akinek ez a pogány kettős tudományos plusz esztétikai követelmény lebegett a szeme előtt, amikor evangéliumát megszerkesztette, hát az maga is pogány származású kellett legyen. Aztán Lukács művében a hangsúly nem csak a zsidó nép, hanem kimondottan a pogány emberiség megváltására esik. Ez az oka, hogy nála olvashatjuk a legegyetemesebb érvényű példázatokat. Ezeket mindenki megérti, bármely korban, bármely kultúrában, zsidó és pogány, egyformán. Ilyen a tékozló fiúról szóló példázat, aki a legmélyebb szakadékból tér haza, ahogy a pogányok, és gondolom maga az író is. Ilyen az irgalmas szamaritánus, akit a zsidóság sok okból, de főleg vallási okból mélyen lenézett. De aki mégis a zsidó pappal meg levitával szöges ellentétben egyedül segít a nyomorult emberen, és így tovább. Egy szóval Lukács példázatai egyetemesek és pogányközpontúak. Azután csak ő közli az öreg Simeon imáját, amikor a templomban megpillantja, sőt, ölébe is veszi a párnapos Jézust, azt az imát, amelynek lényege, hogy ebben a kisbabában Isten üdvözítése jelent meg nem csak a zsidóknak, hanem minden népnek, mondja Simeon. Szintén Lukács pogány volt a magyarázza, hogy miért épp ő és nem más valaki lett az apostolok cselekedeteinek a szerzője is. Immár mint szemtanú, ugye, hiszen Pál kíséretében járt a pogány misszió akkori léptékkel mérve, hát világméretű munkájában, tehát ott volt, és ő írta le, hogyan terjedt el az evangélium és az egyház ebben a pogány világban. Hát ezt csak ő tudta így leírni. Látnunk kell, hogy az ókorban, amikor egy pogány ember lett keresztényé, hát az valami radikálisan más dolog volt, mint amikor egy zsidó ember lett Krisztus hívévé. Az akkori zsidók ugyanis, ez a különbség, várták, századok óta várták a messiást, és a proféciákból, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen mindent tudtak már a messiásról előre, a felkentről, görögül Krisztusról, Krisztusról. Már mindent tudtak, amikor ő megjelent. A pogányok meg. Ők semmit se tudtak. Semmit. Soha nem álmodtak ekkora csodáról, ilyen isteni tettről, ilyen kegyelemről, ahogy Pál írja a római levélben, 10. fejezet, 20-as vers, hogy ők, akik nem keresték Istent, megtalálták. A pogány megtérő korábbi életére visszanézve rádöbben, hogy ő micsoda életveszélyben volt, honnan, milyen mocsárból, katasztrófából, bűneinek miféle
tömlöcéből menekült meg? Miféle mélységes kút fenekéről húzta ki őt Krisztus megmentő szeretete? Hát sokan ma is akkor térnek meg, amikor már minden dolgok legaljára jutottak. A szenvedély, a betegség, a depresszió, a lelki halál, az ital, a narkó, a bűn halálos megkötözöttségébe. Ezért élik át ma is a felnőtt megtérők olyan megrázó erővel Isten irgalmát, ahogy megint Pál írja a volt pogány korintusiakról, hogy milyenek voltunk. Az első korintusi levélben, a 6. fejezetben nyíltan megmondja, bizony azelőtt ti is jó néhányan ilyenek voltatok. Bálványimádók, házasságtörők, erőszakosak, durvák, perverzek, homoszexuálisok, tolvajok, rablók, alkoholisták, ilyenek voltak. Innen menekültek meg, a pokolból, az élő halálból, kiki a maga poklából. És nem a maguk érdeme, hanem a könyörülő Isten kegyelme erejével. Na szóval, azt akarom mondani, hogy pogány kereszténynek lenni, az lélektanilag nagyon más volt, mint zsidó kereszténynek lenni. Ahogy ma is más keresztény családban született és nevelkedett kereszténynek lenni, mint ateista családból születve felnőttként megtérni. Ez nagyon más ez a kettő, ma is. Lukács, a hajdani pogány épp ezt a kimondhatatlan élményt, nyilván az ő élménye volt, az irgalom, a bűnbocsánat, a szabadulás, a menekülés csodáját igyekszik mindenképpen valahogyan kifejezni, de különösen Jézusnak az úgynevezett botrányos példabeszédeivel. Ez a lukácsi botrány az irgalom botránya, mert e mesét célja megmutatni, hogy mennyire felülhalad minden emberi elképzelést és számítást, értelmet és észszerűséget, még a földi, természetes emberi erkölcsi érzéket is mennyire felülhaladja Isten irgalma. Jézus példázatokat mesél botrányos, bűnös, furcsa, különös emberekről, akik botrányos, bűnös, furcsa, különös dolgokat csinálnak. Majd a világ legtermészetesebb hangján kijelenti Jézus, tessék, kedves hívek, tanítványok, keresztények, na róluk vegyétek a példát. Mert a példabeszédekben mindig az a tét, hogy a hőst valahova befogadják, amiről aztán kiderül, hogy az Isten országát jelképezik, befogadják. Jézus megdicséri a hamis sáfárt. Megdicséri, mert minden lehetséges és lehetetlen módon arra törekszik, hogy őt befogadják. Dicséri a világ fiait, akik találékonyabbak, merészebbek, ahogy mondja Jézus, okosabbak a világosság fiainál. A tékozló fiút, aki szó szerint a moslékból tér meg, a visszafogadás minimumának reményében, csak a szolgák közé. Képes a bűnbánat maximumára. Dicséri a vámost, akinek kétségbeesett bűnbánatát ezerszer többre tartja, mint a farizeust a templomban, akinek az imája nem más, mint merő öntömjénezés. Más evangélistáknál is vannak hasonló részletek, de sehol olyan tömegben, olyan drasztikusan, mint ennél a hajdani pogánynál, Lukácsnál, mert ezt a dolgot csak egy pogány értette. Igen. A tékozló fiú, a hamis sáfár, a tolakodó barát, az erőszakos özvegy példabeszéde, ez a négy, na ez csak Lukácsnál van meg. És két dologról szólnak. Egyiket már mondtam. Ezek az emberek mindent megtesznek. Nem szépnek látszó dolgokat is. Egy célért, amiről kiderül, hogy az Isten országa.
az országba való befogadás és a hős magatartásának erkölcstelensége között, hát bizony van egy óriási feszültség, és Lukács még direkt ki is élezi ezt. Másrészt Istennek olyan totális irgalmáról szólnak a példabeszédek, amely íme eléri és megmenti a legbűnösebb pogányt is. Nagyon botrányosnak hangzott Jézus kortársai fülében az irgalmas szamaritánus meséje. A példázat azután hangzik el, hogy egy törvénytudó kérdést tesz föl Jézusnak, hogy ki az én fele barátom. Na, ő erre mondja el az irgalmas szamaritánus példázatát. Ezt a zsidók által megvetett félpogányt állítja oda példaképül a törvénytudó elé, a sok önelégült, templombújó, bibliarágó, vallásos elé. Hát ugye, botrány. Mert egyedül ez a szamaritánus tudta. Nem az a kérdés, hogy ki az én fele barátom, kiken muszáj segítenem, és kiktől tagadhatom meg azt. Mert ez a kérdés igazából arról szólna, hogyan tartsam én meg a szeretet parancsot úgy, hogy azért ne legyen nekem ez kellemetlen, meg kényelmetlen. De nem. Fordítva, az a kérdés, hogy ki a fele barátja annak, aki bajban van, és én fele barátja vagyok-e a nyomorgónak, vagy nem. Aztán itt van az erőszakos özvegy, aki addig jár a bíró nyakára, míg az meg nem teszi, amit kér tőle, kifejezetten azt mondja, tolakodása miatt. És a tolakodó barát, aki addig zörget a másik ablakán, totál alkalmatlan időben, éjjel, amíg meg nem kapja tőle, mit is? A kenyeret, amire éhezik, és amit akár az élet kenyere jelképének is tekinthetünk. A kitartó ima, erre buzdít Jézus ezeknek a kellemetlen, undok, erőszakos alakoknak a példáival. Imádkozni tanít. Hát látod, ha imádkozol, te se erezd el, ahogy ők, Istennek a grabancát, míg meg nem hallgat. Nyaggassad, ahogy ők. Ez a lényeg. Isten országának elnyerésére tanítja Pál, az alkalmakat Efezusi levélben mondja, áron is meg kell venni. Erre az időt fel kell használni, amíg rendelkezésre áll, és érte mindent meg kell tenni. Ez a cél az első, a legelső a morális értékrendben. Ezt tanítja Lukács nagyon drasztikusan az erkölcsi érzéket hát birizgáló példabeszédeivel. Jézus történetet mesél, történeteket, botrányos erkölcsű emberekről, akik botrányos tetteket visznek véghez, egy mindenáron elérni kívánt cél érdekében, melyről kiderül, hogy az Isten országa. És akkor Jézus megdicséri őket. Szó sincs arról itt, hogy a cél szentesítené az eszközt. Hát ezek példázatok, nem a valóság. Nem arról van szó, mintha az ország elnyerése az megkívánná, hogy csaljon, lopjon, hazudjon az ember. De igenis gyakorta megkívánja a nonkonformizmust, hogy árral szemben ússzunk, hogy szembeszálljunk korunk, környezetünk, értékrendjével, elvárásaival. Na, aztán a hamis sáfár, Lukács 16. fejezetében. Ez az egész Biblia egyik legsokkolóbb jelképe. A sztori ismerős. Egy sáfár nem tud elszámolni gazdája vagyonának rábízott részével. Ez a vagyon maga az ember, ez az érték, a bűnös ember, aki bűneivel ellopta magát a gazdától, Istentől, és most meg nem tud elszámolni vele önmagával, talentumaival. Hát nem tud, mert odaadta önmagát a sátánnak, a rossz szolgálatába. Így adóssága keletkezett Istennél, a gazdánál,
önmagával tartozik neki. De ez olyan adósság, amit nem tud kifizetni, nem tud, ha akarna sem, hisz nem tudja önmaga erejéből önmagát Istennek visszaadni, mikor már a sátáné. Nem tudja, mert ugye a sátán a gazdája. Szóval nem tud elszámolni a sáfár a gazda Isten vagyonának ezzel a reábízott részével, önmagával. Erre a gazda Isten felelősségre vonja, megfenyegeti, hogy kidobja az állásából. Nem lehet többé az ő szolgája. Hát pedig jó állás, kedves hallgatóim, ugye? Ne szúrjuk el. Kidobással riogat a gazda, és ez nem más, mint a külső sötétség, a kárhozat, az Isten nélküli lét iszonyata. Ezért aztán a sáfár a többiekhez, a gazda többi adósához fordul azzal, hogy hamisítsák meg adóslevelüket. Jelképesen ez a hamis sáfár, kérem szépen, Jézusra hasonlít valamiben. Ugye nem értik félre. Mert bármilyen botrányos, mégiscsak Jézus mondja nekünk, amit ez a sáfár, hogy emberek, írjátok át ti is az adós leveleiteket. Írjatok át minden adósságotokat, minden bűntartozásotokat. Írjatok át az én számlámra. Én fizetek. És fizetett? Igen, a kereszten. Átvállalva összes adósságunkat. Ezek után nem csodálkozunk, hogy a gazda Isten csak úgy, hát így tessék, lássék, szídja le a sáfárt, hanem inkább megdicséri. És Jézus, miután befejezte a mesélést, a maga nevében is jóvá hagyja ezt a dicséretet. Dicsérni a csalót? Hát hogy, kérem szépen. Nos, a hamis sáfár meséje nem arra való, hogy ilyen kegyes, vallási, erkölcsi tanulságot vonjunk le belőle, hogy azt mondja, ne csalj, hanem arra való, hogy megértsünk valami nagyon fontosat arról, hogy micsoda igazából az Isten irgalma. Nos, Isten irgalma az minden, csak nem igazságos. Nem igazságos. Tessék tudomásul venni. Mert ez az adósság elengedési történet pontosan a bűnbocsánat jelképe. A bűnbocsánat a régi nyelvekben szó szerint a tartozás elengedését jelenti, ahogy a latin miatyánkban dimitte nobis debita nostra, vagyis engedd el nekünk adósságunkat. Ezt mondjuk magyarul nem így mondjuk, hanem hogy bocsásd meg bűneinket, de hát ez van odaírva. Aki meggondolja, hogy mi is a bűnbocsánat, az belátja, hogy annak épp oly kevés köze van az igazságossághoz, mint egy pénztartozás sima elengedésének. Ha megbocsájtásról beszélünk, akkor nem erkölcsről és nem igazságosságról beszélünk. Az isteni bűnbocsánat az minden, csak nem igazságos. Nem jár az embernek. Isten ingyen, de voltaképp igazságtalanul bocsát meg mi nekünk. A hamis sáfár tette, mely oly erkölcstelennek látszik, így aztán mégis megfelel a gazda Isten igazi akaratának. Mert a példázatbeli isteni sáfár az isteni irgalommal sáfárkodik. Ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!